A túlélést jelentheti a spórolás, ezt vallják a Tolnai megyeszékhely Szekszárd vezetői. Több kulturális intézményt bezárnak vagy összevonnak annak érdekében, hogy csökkenteni tudják a fűtésszámlát. A karácsonyi díszkivilágításon és egyes szakaszokon a közvilágítás kikapcsolásával ugyancsak próbálnak spórolni. Szekszárdot is megviseli a megemelkedett rezsiköltség. A csőd közeli helyzetet csak spórolással lehet elkerülni. Ebben a Fidesz és az ellenzéki képviselők is egyetértenek. A városban most több intézményt bezárnak vagy összevonnak, és csökkentik a fűtés kapacitást. A múzeumot azt 15 fokos, tehát az alap minimum hőmérsékleten fűtjük csak. Múzeumi dolgozók a Avics Mihály Kulturális Központban kapnak irodahelyet, vagy home office-ban dolgoznak, aki megteheti. Aki a múzeumban szeretne látogatóként menni, az a Babicsba szól, nem, most nem tudom, hogy oldották meg, oda telefonál, vagy átsétál a Babicsba, és a Babicsból a múzeumi dolgozó át és kinyitja a múzeumot. A város vezetés a karácsonyi díszkivilágításon és a közvilágítás csökkentésével is spórolna. Az éjjel Szekszárd frakciója szerint ez a lépés viszont már túlzás. Feleslegesnek tartjuk azt, hogy kikapcsoljuk a díszkivilágítást, hiszen van fedezet erre, sőt azt is feleslegesnek tartjuk, hogy a közvilágítást korlátozzák, hiszen ott közlekedésbiztonsági dolgok is felmerülnek. A helyiek szerint a múzeumok bezárása, a karácsonyi fények kikapcsolása mind a turizmus rovására megy. Szerintük csak körbe kell nézni Európában, idén a megemelkedett rezsiköltségek ellenére sehol nem spórolnak a karácsonyon. Az egyik járókelő azt mondta, két ünnepet tönkretett a Covid, az ideit méltósággal és pompával kellene megélni. Nem csak a turizmusnak, a város lakóinak sem tesz igazán jót, főleg a diákoknak, ugye nem tudnak semmilyen kulturális központba elmenni, nem tudnak tanulni, nem tudnak fejlődni, illetve ugye a fűtéskor látozása 18 fokba, leánygyermekek nem teljesen egészséges, hogy így kell ülniük. A távfűtés költsége októbertől 12-szeresére nőtt a városban. Az áram és a gáz ára viszont még nem változott, mivel a szolgáltatót évvégéig köti a szerződésben lefektetett ár.